A Studenica kolostor 1183 és 1196 között épült fel Stefan Nemanja nagysopán alapítványaként. A feljegyzésekben a következő áll. Szent kolostorunk helye, mint tudják, puszta vadász terület volt, amikor Stefan Nemanja urunk és egyeduralkodónk, aki szerb területek felett uralkodott, vadászni érkezett hozzánk, igen megtetszett neki a hely, ezért ezen a puszta helyen kolostort építtetett. A Studenica kolostor a szerb középkori építőművészet, valamint a bizánci raskai iskola kifinomult építészetének gyöngyszeme. A kolostor komplexumban korábban 14 templom volt, amelyek közül máig 3 maradt fenn. A Szent Szűzanyának, a Szent Miklósnak szentelt, valamint a király templom. A Szent Szűzanya templomban levő freskó 1209-ben készült. Stefan Nemanja hillendári kolostorba való vonulását követően a freskókkal kapcsolatos munkálatok befejezését fia Stefan Prvovencsáni elsőnek koronázott István és a Vukán fejedelem felügyelték. A befejező munkálatok fő megalkotója azonban Szent Száva volt. A korábbi festészeti alkotások közül igen kevés őrződött meg, a fennmaradt műveket azonban az akkori európai festészet legfőbb alkotásai közé sorolták. A megmaradt freskók között dominál a templom nyugati falán lévő keresztrefeszítés freskó. Második alkalommal 1569-ben festették a kolostort, a freskókat Zográv Lonkin festő készítette, és kitűnő minőségűek. A királytemplomot Milutin király építette, és Szent Joakimnek, valamint Szent Annának szentelte. A tetőkoszorún lévő felirat tanúsága szerint 1314-ben épült, kivételesen értékes freskók találhatóak benne. Az ikonosztász 1837-ben készült Zsivko Pavlovics alkotása. Megmaradtak az eredeti márvány ikonosztász borítójának része is. Studenicában temették el Stefan Nemanját, valamint fiait, Istvánt és Vukánt, továbbá unokáját, Radoszlávot is. Itt vannak Nemanja feleségének, Annának, a tiszteletreméltó Anasztáziának a földi maradványa is. A maradványait őrző csodaszép erekje szekrényt 1996-ban Vojislav Bilbia diakónus készítette ezüstből, aranyból és drága kőből. Studenica a középkori Szerbia kulturális, szellemi és egészségügyi központja volt. Szent Száva 1207-től a 13. század második évtizedéig tartózkodott itt, ahol megírta a studenicai tipikont, amelybennek alapján Stefan Nemanja életét írja le. A kolostori kincstárban őrzik elsőnek koronázott István gyűrűjét, a földi maradványait tartalmazó 1608-ban készült erekje szekrény pedig gyöngyházdíszítéses. Itt őrzik még elsőnek koronázott István földi maradványait tartalmazó erekje szekrényét fedő leplet is, amelyet Olivera Despinának, a szultán első feleségének, Lázár fejedelem lányának, Bajezid feleségének ajándéka volt. A kolostor közelében van Szent Száva remete lakta, valamint a Pridvorica templom, amelyet a legenda szerint Stefan Nemanja szolgája épített 1195-ben. A templomot a 16. században felújították, erről tanúskodnak annak a freskónak az értékes részletei, amelyeket az úr színe változásának szentelt templom magasan fekvő részein fedeztek fel. A Studenica kolostor 1986 óta az UNESCO védelme alatt áll. Krájevótól mintegy 57 kilométerre található.